Sziasztok, jó estét kívánok! Most a hosszabb távú kereskedéssel befektetőkkel foglalkozunk, de természetesen lesz egy-két rövid távú belépő is valószínűleg a webinárium alatt. Kérdés a következő, hogy mindannyian látjátok a kezdő képernyőt, ha igen, akkor bele is vágnék. Kérdésekkel együtt talán egy órás lesz a mai, attól függően mennyi kérdés van. És én azt gondolom, hogy remélem legalábbis, hogy lesz jó néhány. Hosszabb távú befektetésekről egyébként bőven webináriumon túl az alábbi linken is hallhattok majd. És reményeink szerint a rövid távú dolgokról is. A tőzsde az egy kockázatos dolog, még mindig. Hiába vesz valaki hosszabb távú részvényeket, vagy például aranyat, vagy bármi egyebet, attól a kockázat velünk van. Jelenleg ez nagyjából úgy néz ki, hogy aki bármilyen termékkel kereskedik, összességében nagyjából 80%-ban veszít. Ez nem azt jelenti, hogy lehetetlen nyerni, nem azt jelenti, hogy kell tanulni jó sok mindent a money managementről, a stop loss használatáról, a tőzsdepszichológiáról, a technikaelemzésről, illetve arról, hogy hogyan értékeljük ki a fundamentális híreket. Különösen nehéz és különösen érdekes piaci környezet a mostani. Ugye most nem ismertem, hogy milyen okokból, de ti is tudjátok, olvastok híreket. De azt gondolom, hogy nem annyira egyszerű most a tőzsdézés. De ha egyszer a világ helyzete valamennyire rendeződik, akkor biztos vagyok benne, hogy lesznek hosszú távú részvénybeszállók. Sőt, van jó néhány olyan részvény, ahol ez már szerintem meg is történt, de ez nem befektetési tanács, mint hogy semmilyen olyan mondat, mint amit ma itt hallani fogtok. És jegyezzétek meg, több helyről tájékozódni, és a tőzsde az egy kockázatos üzem. Amit még el szeretnék mondani, az az, hogy az MT4-es és az MT5-ös felületen nagyjából azon fog zajlani a mai webinárium. Gyors kérdés, látszik az MT4-es felület, és azok kedvéért, akik most kapcsolódnak be, ismét elmondom, amit alul láthattok, hogy tőzsdén kockázatos kereskedni. Picit följebb hozom a képernyő tetejére is, nem akarom ezzel tölteni az időt, illetve takarni a csártot, ezért nagyjából itt elhelyezem, esetleg itt alul. Gyors kitekintő indexekre és egyéb termékekre, amikkel kereskedtem itt az elmúlt időszakban. Picit elmozdítom az ablakokat. Első körben kérdésem, látszódik-e a Nasdaq? Szerintem igen. Nézzünk egy Nasdaq pozíciót, van egy 0,4-es pozíció. Én itt és most ebből 0,10-et lezárok. Egyébként ez egy részzárt pozíció. Mindjárt megnézzük a belépő okát. Aztán áttérünk a többire is. Aki először lát ilyen webináriumot, itt nagyjából az történt, ez egy 1 perces csárt, minden ilyen kis gyertya 1 percet jelöl. Egy esést követően az Nasdaq indexbe belevettem, de ma nem elsősorban CFD kereskedéssel fogunk foglalkozni, hanem inkább részvényekkel, de akár CFD-kkel is lehet hosszú távon kötögetni. Most megnézzük azt, hogy ennek a belépőnek konkrétan mi volt az oka. Ezt úgy tudjátok megnézni a szállatörténet fülből, az utolsó pozíciót itt megnyitjuk. Kérdés, ki az, aki tudja, hogy mi volt a belépő oka? Picit segítek. Még jobban segítek. Aki tanult már technikai elemzést, az már láthatott több dolgot. Ezt pedig úgy hívjuk, hogy dupla aj. Ez egy W-hez hasonló alakzat, melynek a tetejét a közepével kötöm össze, és ahol közelíti vagy töri ezt a trendvonalat. Ha esetleg ez egy emelkedő trend lenne, ami ezen idősíkon azt jelenti, hogy emelkedő aljakat látunk, emelkedő tetőkkel, most ez nem fog párhuzamosra sikerülni, de nagyjából közelíti a párhuzamost. Ez egy emelkedő trendcsatorna, ahol ezen az időségon is például a dupla aljak, tehát ez a dupla V itt egy jó belépő lehetett, illetve ez a dupla aj szintén, amíg a trendcsatornában vagyunk. A kérdés a következő, hogyha itt beléptem, akkor miért van itt több helyen zárás jelzés? Ki tudja a választ az írjébe a chat ablakba a többieknek. Aki pedig bővebben szeretne ez irányban érdeklődni, az klikkeljen az alábbi linkre.
Tehát itt arról van szó, hogy részzárást követtem el, ami azt jelenti, hogyha mondjuk leegyszerűsítve, hogyha egy egységgel vettem volna ebből a Nasdaqból, durván 12.600 ponton, és mondjuk itt kistoppolódnék, ahol a stop loss jel van, akkor buknék x dollárt. Ha itt a pozíció 50-60-70%-át már lezártam, a legnagyobb részt az első részzáráskor, akkor már eltettem x dollárt, és hogyha abból elbukok y dollárt a stop loss megbízással, akkor már bizony nagy baj nem lehet. Az elemzést mindig úgy végezzük a csártokon, legyen szó az Nasdaqról, vagy egyedi részvényekről, aranyról, olajról, bármi egyébről, hogy több idősíkon végezzük el. Kezdjük itt a napi idősíkkal. A Nasdaq ugye a technológiai részvényeket tömörítő index, itt és most törlöm a kis rajzainkat. Be tudjuk húzni azt, az úgynevezett ereszkedő trendvonalat, ami alapján látjuk, hogy bizony-bizony volt egy hatalmas esés, ami nyilvánvaló, hogy külső geopolitikai tényezőknek, illetve a magas kamatoknak, inflációnak, illetve a recessziótól adó félelemnek, való félelemnek tudható be. Itt is ugye az volt, hogy ezt az ereszkedő trendvonalat áttörtük, és szerencsére megindultunk fölfele, ezért aki ebben az időpontban, a trendvonal törésénél, vagy kicsit korábban akár itt technológiai részvényeket vásárolt, abból épített egy portfóliót, az van arra esély, hogy akár pénzt is nyerhetett. Nézzük a 4 órás idősíkot, napitól haladunk a kisebb felé. Itt elképzelhető, hogy kialakul egy úgynevezett dupla csúcs, az dupla topnak is hívják, egy ilyen M betűszerűség, ami indokolhatja azt, hogy a meglévő Nasdaq pozícióinkból ismét lezárunk egy-egy részt. Megnézzük gyorsan, itt sorrendbe lehet tenni a pozíciókat, ha a szimbólumra klikkeltek. Van nekünk jó néhány Nasdaqunk, én most mindegyikből egy-egy részt le fogok zárni, arra készülve. Ha esetleg az ott a H4-es, tehát 4 órás idősíkon dupla csúcs lenne, és nekem éppen sok technológiai részvényem lenne, akkor elkezdenék azokból részeket zárni. Hát, hogy nem tudom, mi fog történni, ezért inkább célszerű, hogyha a dupla top második csúcsánál vagyunk, tehát az M betű második része rajzódik ki, akkor nem biztos, hogy annyira butaság részben pozíciókat zárni. Nézzük meg, hogy ezek a pozíciók miért voltak megnyitva. Ez engem zavar, egy picit följebb húzom. Hát egyrészt volt egy emelkedő trendünk, ahol én azt gondoltam, hogy ha ez a fehér gyertya, ami egy eső gyertya, hirtelen megfordul és egy emelkedő gyertyába vált, mutatom ezt kisebb idősíkon, M30-on, akkor elképzelhető, hogy ezt a csúcsot később meg fogjuk közelíteni, tehát kirajzódik ez a bizonyos H4-es M betű, ami most így néz ki, hogy H1-en. Ez itt az M betű első része, ez a közepe, ez pedig a jobb széle. Ha szerencsém van, és tovább menne az árfolyam, akkor a részzárások miatt kevesebbet fogok nyerni, de így nagyjából már be vagyok biztosítva. Bármelyik pillanatban jöhetnek tőzsdei esések, mint azt láttuk az elmúlt hetekben, de alapvetően látható, hogy ez egy emelkedő trend. És ha valaki úgy gondolkodik, hogy itt kisebb idősíkon is köti a dupla aljakat, ez egy dupla V-be rajzolom nektek, akkor az akár nyerhetett is, de ez sem befektetési tanács. Kérdés a következő, hogyan és miként ismerik fel ezeket a belépőket, illetve a trendeket? Erről ugye több órát lehetne mesélni, de hogyha emelkedő aljakat láttok, akkor nagyjából valószínű, hogy egy emelkedő trendben vagyunk, ha pedig eső tetőket láttok, akkor elképzelhető, hogy egy short trendben vagyunk. Nézzük meg a többi amerikai indexet, talán ez is érdekes lehet, ez itt a Dow Jones, itt most kapunk az alkalmon, belekötünk egyet egy lottal, ami azt jelenti, hogy egy pont elmozdulás egy dollárt jelenthet. A belépő oka, mindjárt mondom, hogy micsoda, és utána pedig áttérünk a részvényekre, megnézzük, hogy az eladás hátralévő részében ez a pozíció nyere vagy nem. Ez itt egy dupla alj volt, ami azt jelenti, a volatilis piacokra jellemző, hogy a dupla aljnál például, vagy dupla csúcsnál, ez itt az M betű, az ugye a dupla csúcs, sok emberke beszáll, például short pozíciót köt itt, illetve long pozíciót köt itt. De az élet nem olyan egyszerű, tehát short pozíció az árfolyam esésből próbálunk profitálni, drágában adunk el, olcsóban veszünk vissza, a long pozíciónál pedig olcsón próbálunk venni, és drágában adunk el. Itt látható, hogy részzárást csináltam, és ha nem csináltam a részzárást, akkor akár az is bekövetkezhetett volna,
a pozícióm maradék részével kistoppolok, hogyha a sárga vonal alatt van a stop loss. Tehát ebből a dupla ajból a long pozíciót felvevők, tehát a vételben, árfolyamemelkedésben gondolkodók, azok bizony ki lettek rázva. De, mint azt láthatjuk, itt alapvetően arról van szó, hogy az esőtrend még nem ért véget, ezért arra is kellett volna készülnünk, hogy talán ki fogunk stoppolódni, mint jelen esetben is. Ha viszont nincs stop loss, akkor ebből nem mínusz 32 dollár lesz, ha beszakad az árfolyam, vagy ha csak kissébe esik, hanem jóval több. Az én elképzelésem most az, de ez nem befektetés tanács. Miután itt kirázták a longosokat, tehát a vevőket, azaz jelentős részük kisztoppolódott, elképzelhető, hogy nélkülük fog fölfele menni a piac, miután áttörjük ezt az esőtrendvonalat. Ha ez nem így lesz, akkor ez nem a demószámla, tehát ez nem igazi pénz, hanem a demószámla, egy ekkora kockázatot jelenthet. Nézzük azt, milyen részvényekkel kereskedtünk az elmúlt időszakban, ez talán érdekes lett, aztán majd később áttérünk az MT5-ös számlára. Gyors kérdés. Látszódik-e? Ma nem lesz demo elemzés, de ilyet majd legközelebb beiktatunk, ezt mindenképpen jelezd majd, mert erre még nem készültünk. Tehát ez itt egy Commerzbank chart, ami azt jelenti, hogy Németország egyik jelentős méretű bankjáról van szó. Mint azt többen tudjátok, az SVB, illetve más amerikai bankok kapcsán, illetve az Európai Credit Suisse-nél jelentkező gondok kapcsán egy kisebb bankpánik, vagy kisebb bankválság alakult ki az elmúlt napokban. Itt egyébként egy válfejvállalakzat van, ami megadta azt a jelzést, vagy a tetején egy dupla toppalakzat van, hogy itt bizony benne a napakliban az, hogy esni fogunk. A Commerzbank helyzete hosszú idő után egyébként egyre stabilabb, ha valaki az összes gyors jelentését elolvassa az elmúlt x évből. Azonban, még a jó helyzetű bankokat is, tehát például a magyar OTP-t is negatívan érintette ez a Credit Suisse dolog, de ez nem azt jelenti, hogy ezekkel a bankokkal baj lenne, hanem inkább azt jelenti, hogyha valaki az ilyen lehetőségeket, amikor az emberek félnek, arra használja ki, hogy olcsón vegyen, ez egy esőtrendcsatorna, úgy hívják, két párhuzamos esőtrend van, a tetőket és az aljakat próbáltam összekötni, nem lett túl szerencsés, de ez volt a terv. Tehát ebből az esőtrendcsatornából kitörtünk fölfele. Ja, nem tudtam, hogy ki fogunk-e törni, vagy nem. Itt bevásároltam, és több részletben dobtam a pozíciót, és még itt is részt zártam a kitörés pillanatában. Lehet, hogy megközelítjük ezt a vonalat, lehet, hogy följövünk ide a válfejvál nyakvonaláig, lehet, hogy akár a fejtetőig. De mivel már részzárt pozíció van, több száz darabot belevettem be a részvény CFD-be, egyébként a részvény CFD az contract for difference, azt jelenti, hogy elmozdulásra szóló kontraktus, tehát egy dollár elmozdulás, vagy egy euró elmozdulás esetén, ha egy darab részvényed van, vagy részvény CFD-d, akkor nyilvánvaló, hogy egy eurót nyersz, vagy éppen, hogyha rossz irányban, akkor buksz. Itt azonban tőkeáttétel is lehet kereskedni, most tőkeáttétel eltekintünk, mert alapvetően aki hosszú távon akar részvényt, nem kell tőkeáttételt használni, tehát elegendő, hogy csak annyi pénzért vásárol, mint amennyien van, nem kell hozzá pótlagos vásárlóerő. Nem pontos definíciót mondtam, de most igazából a chartokról szeretnék beszélni. Commerzbank esetében ez egy jó döntés volt, tehát amikor rossz híreket olvastunk, sokan pánikoltak és adták a részvényt, azonban a szemfülesebbek, vagy a szerencsésebbek, mint én inkább a szerencsésebb kategóriába tartozom, akár bele is vettek ebbe, és a részzárás után már akár meg is nyugodhattak. Na nézzük meg azt, mi a helyzet a másik nagy német bankkal, amit úgy hívnak, hogy Deutsche Bank, megkeresem. Itt is az történt, ezt most ide fölviszem, ez különböző helyeken fog szerepelni majd ez a kék vonalka, mert ugye nekem az ablakaimat úgy kell mozgatni, hogy én is lássam, amiről beszélek. Itt bizony az történt, nem akarom eltakarni a cég nevét, a Deutsche Bank, órás csárt, mert szintén egy esőtrendcsatorna alakult ki, és a többit már tudjátok. Megpróbáltam a csatorna alján belevenni. Szerencsére ezt az úgynevezett nyitórést, tehát beszakadt az árfolyam, máshol nyitott, mint ahol zárt előző napon. Ezt a nyitórést betöltöttük, és elindultunk fölfelben, meg lehet egy fordított válfejvel alakzat, még visszatesztelhetjük ezt a vonalkát is, de itt már részzáráson túl vagyok, tehát a helyzet kísértetésen
hasonló a Commerzbank csártyára. Ha már bankokról beszélgetünk, ez itt a Citigroup, elvileg. Ez egy H1-es csárt, tehát órás csárt. Ha a napit megmutatom, akkor látható, hogy azért volt itt baj bőven, törlök. Ez egy eső trend, ugye egyértelműen, de az a kérdés, hogy ebből az eső trendből föl tud-e épülni az árfolyam, illetve az is kérdés, hogyha ez az amerikai, illetve Európában is jelenlevő banki helyzet, pénzügyi cégeket érintő helyzet kissé rendeződik, márpedig a világ összes főbb jegybankja mindent megtesz ezért, illetve a Credit Suisse kapcsán az UBS, UBS is megjelent, mint esetleges felvásárló befektető, stb. Ezeket naponta érdemes olvasni ezeket a híreket, mert akár elég gyakran lehet itt változásról hallani olykor-olykor az elmúlt napokat visszanézve. Ha ezzel a pozícióval kisztoppolódnék, buknék 6 dollárt, egyébként egy részzárt pozíció, ha pedig elindulna fölfele, és véget érne ez a fantasztikus eső trend, akkor akár ebből lehetne még jó dolog is, de heti idősíkon itt van egy váll, fej, váll alakzat, ami nagyon gyakran esést szokott eredményezni. Ha ez az esés azonban elmaradna, az örömünnep lenne a Citigroup részvényeseinek, ehhez nem kéne ezen trendvonal alá bekerülnünk, ha esetleg ez a trendvonal megfogja, vagy még a stop loss előtt megfordul, kisebb idősíkon mutatok meg egy M30-as csártot. Az történne, amire én számítok, nem biztos, hogy az fog, hogy ez itt egy dupla aj, akkor bizony-bizony ebből még lehetne egy olyan pozíció, ami nem olyan rossz, de ez sem befektetési ajánlat. Ezt látjátok, az európai bankok közül a Commerzbank, Deutsche Bank már megfordult, itt az amerikai bankok egyelőre ettől le vannak maradva, de ehhez azért hozzá kell tennem, itt is van egy dupla aj, ez egy eső trend, tehát ez egy esés követő oldaladás, itt bármikor lehet ebből még bukta, és itt igazából az van, hogy 15 dollár a kockázaton. Ha megnézitek, hogy a másik kettő banknál nyilván részzárásokkal több profitot eltettem, ez már nem olyan nagy tragédia, de ettől függetlenül én ebből ezt a kisebbik pakkot most lezárom, illetve ja, van nekem 23 darab, kétharmadát szoktam zárni, de most csak egy nagyon picike részt fogok zárni, mert ezért bízok benne, de ez sem befektetési tanács. Itt megpróbáltam szemezgetni különböző pénzügyi cégek, bankok papírjaiból, és arra azért fel vagyok készülve, azért is van ott a stop loss, egyrészt egy demo számlát igazából nem nagy tragédia, hogyha kisztopolodok, azért gondolom azt, hogy kisztopolhatok, mert ott Amerikában volt ez a X méretű bank, ami ugye bajba került, ott még elképzelhető, hogy egy-két dominó is jöhet, illetve ahogy szokták mondani, csontvázak eshetnek a szekrényből. Ez ugye Európában is előfordulhat, de ettől függetlenül én most azt találtam ki, ami nem befektetési tanács, hogy megőrzöm ezt a kis részfényt. Ha pedig beszakadna a csárt, ha lejjebb megy az árfolyam, akkor később egy-két hét hónap múlva, ki tudja mikor, amikor úgy adódik, hogy van vételi jelzés egyébként most még nincs, de egy pici eséllyel talán már lehet. Ha ez nem sikerül, akkor később visszaátogatunk ide, vagy pedig más részvényekkel próbálkozok. Aki hosszú távon akar befektetni, az jelen esetben, ez ugye ez egy Amazon egy darab részvény, ebből azért volt több, higgyétek el. Tehát ha én most itt ezzel kisztoppolódnék, akkor se lenne gubanc, mert hogy 5 dollárt buknék el. Ha megnézzük itt a magasabb idősíkot, mondjuk egy 4 órás csártot, én azt látom, hogy ha helyre állna a világ, és ismét a bika piac lenne, mint amire majd mindjárt egy S&P 500 elemzést gyorsan ráhozunk, elemzés az túlzás, egy meglátást, akkor ez sem egy annyira tragikusan rossz belépő, mert nagyjából a trendvonal törés szintjénél picit később időpontban lett megvéve ez a részvény. Itt is azért van veszély, mert ebből egy dupla top, egy M betű kialakulhat, és akkor jövünk lefelé szépen. Még azt sem kizárt, hogy kiszoppódok. Valaki figyel erre, ez egy tőkeáttétes számla, nem
ajánlott ennyi pozícióval kötni meg ekkoratokkal, töredékével érdemes. De azt megfigyelhetjük, hogy ez egy részvényszámla is lenne, akkor nyilvánvaló, hogy több marginunk, több pénzünk lenne elköltve. De én azt nem javaslom, hanem azt vélem, hogy nem befektetési tanács, hogy olyan piaci környezetben élünk, hogy akinek van X összege a számláján, minél több szabad pénze legyen az esetleges esések kivédésére, jobb beszállók keresésére, meg ugye a biztonság kedvére, a money management szempontjából, a kockázatkezelés szempontjából, ez most lehet, hogy egy ilyen kis menedékkereső technika. Nyilvánvaló, hogy most akinek van szabad pénz, annak lehet állampapírba, lehet ingatlanba, lehet defenzív részvényekbe, hadd ne soroljam aranyba, ami nagyon ment fölfele. Sőt, van, aki még annyira merész, hogy bitcoint is mer tartani. Nyilvánvaló, hogy hosszú távú befektetők több lábon álljanak, diversifikálják, tehát a kockázatot porlasszák, és építsenek egy olyan portfóliót, ami diversifikált. Nos, ez itt egy trendvonaltörés volt. Ha most egy pillanatra visszanegyünk ezekhez a részvényekhez, amit az előbb mutattam, ugye jó volt itt a Bank of America, itt is volt egy duplaj, volt egy részzárásunk. Itt egyébként korábban is volt részzárás. Ha ez egy esőzászló lenne, akkor azért nem ilyeség, hogy ezeket részben lezártam. A másik pozíció az hasonló, tehát nyilván hasonló időpontban lett véve, egy picivel később. Ha nézzük meg, hogy mondjuk a Tesla részvény esetében mi volt a belépő oka. Ez is egy borzasztó egyszerű dolog, bár elsőre nem tűnik annak. Volt egy kitörési szintünk még itt korábban, megindult az a gyertya fölfele. Aztán lejöttünk a kitörési szintre, alászúrtunk, és itt kialakult egy dupla A, egy dupla V. A dupla V-nek van egy nyakvonala, az kb. Itt a közepénél van. És amikor a nyakvonat átvitte a chart és visszatesztelt, én úgy gondoltam, hogy ez egy jó támasz szintként funkcionál, és mivel már az is megtörtént, hogy az eső trendvonalat, ezt a ferdét átvittük, kitörés, visszateszt, plusz a szintenél is itt vagyunk, itt a ferde vonal is, meg a visszintes is egy támasz volt, ez nálam ilyen kettős támaszt jelent, és úgy gondoltam, hogy talán érdemes ezzel a pozícióval is egy részzárást végrehajtani. Ha egy picit följe megyünk és megkeressük a szimbólumok között a mai napon, gyorsan, a Commerzbank Deutsche Bankot, látni fogtok több részzárást elméletileg. Nézzük meg ezt az utolsót például. A Commerzbank esetében ez egy elég jó részzárás volt, volt korábbi is, gondolom én. Nézzünk egy olcsóbb árat. Lehet, hogy ma nem volt, lehet, hogy tegnap volt még. Mindegy, nézzük meg a Deutsche Bankot is. Itt ugye az történt, jókor szálltam be, és jókor zártam részeket. Most a kérdés a következő, hogy ez a fajta optimizmus vajon átterjed az amerikai részvényekre, és mi van, ha én nem csak bankot akarok venni, mert hát ugye eléggé hülye lennék, hogyha ebben a viharos környezetben egy lábra állnék, még akkor is, hogy diverzifikálom a banki részvény portfóliót. Most nézzük, ha mondjuk valaki vett volna Google részvényt, akkor ott mi a helyzet? A technológiai szektor is valamilyen szinten érintett ebbe a Silicon Valley Bank sztoriba, de mint érdekesség, ha ez egy eső trendvonal, és ezt mi itt áttörjük, lehetne magasabbról is húzni, csak itt van ez a kék vonalka, mindegy, akkor erre az egész dologra itt rá lehetne húzni azt, hogy egy technikai elemzésből ismert fordított válfejvá alakzat. Nagyon gyakran a tőzsdék látszólag fundamentálisan nem indokolt helyzetben fordulnak, például a Covid pánik idején, stb. Stb. Mi van, hogyha itt ez lesz, és mi van, hogyha egy picikét más szektorbeli részvényekbe is fog menekülni a tőke, például teszem azt mondjuk a Google-be. Nem biztos, hogy ez be fog következni, ez csak egy elgondolás, de minden esetre ezt megléptem, és pozíció részzáráson túl van, ha pedig kisztopolunk, akkor elenyésző $17 bukunk ezen a demo számlán. Így néz ki a Google chartja, már elnézést. És a kérdés az, hogy neki megyünk-e ennek az ellenállási színnek, lehet erre azt mondani, hogy ez duplaj,
Lehet-e azt mondani, hogy elindult egy emelkedő trend, vagy egyszerűen ki fogok stoppolódni, de mivel rézzárt pozícióról van szó, ezért ez technikailag nekem gyakorlatilag mindegy. Teslát már megbeszéltük, és ami még nagyon fontos, ezt szoktam mondani, az az, hogyha valakinek amerikai, német, egyéb részvényei vannak, akkor fontos az EURHUF, illetve az USDHUF árfolyama. Aki látta a reggeli webináriumok valamelyikét mostanában, az azt is láthatta, hogy bizony-bizony van nekünk forint shortunk. Euro-forint short, elnézést. Ennek az az oka, hogy én optimista vagyok a forinttal kapcsolatban, de ez önmagában kevés, hogy ezt a vonalat érdemben nem tudtuk átvinni. Itt van egy válfejvál, ami egy eladási jelzés, és szerencsére erősödik a forint. Hogyha ez most a reggeli webinárium lenne, akkor azt csinálnám, de egyébként van egy-két részzárás, amit rá tudok húzni. Jó, forintokból rá is húzom, találomra. Én most részzárogatnék, ezt most nem teszem meg. De hogy lássátok, M1-es csárton, inkább M5-ösen elnézést, az történt, hogy volt egy dupla top, egy M betű, annak a nyakvonalát visszateszteltük, és akár innen is lehetett sorsokat indítani, vagy akár följebb a dupla top tetejétől, most csak mondtam valamit, és bizony-bizony elkezdtünk esni, azaz erősödik a forint. Ezt azért csinálom, egyrészt már szeretek az euróforinttal kötni, illetve azért, hogyha esetleg valakinek mondjuk Commerzbank részvénye volt, amit euróért vett, vagy éppen, hogyha ez egy USDHUF lenne, egyik a Google részvénye volt, és mondjuk nyer vele x százalékot egy-két héten belül, azonban a forint éppen erősödik 3 százalékot, most csak mondtam egy számot, akkor az akár csökkentheti, vagy negatívba is viheti a profitját. Ez egy ilyen deviza kockázat lefedezésére szolgáló ügylet. Tehát, hogyha gyengül az euró, vagy gyengül a dollár a forinthoz képest, akkor hiába 100 dollár a részvényed, kevesebbet fog mutatni a számla jelleged. Ezeket is érdemes figyelemmel tart, figyelembe venni. Ha ide az órához klikkelünk, akkor itt látható, hogy volt sok-sok pozíció. Van, nézzünk egy párat. Ugye ez itt egy trendkövető stratégiánál egy gyakorlatilag egy, ha rajzolok egy másik trendvonalat, ez picit trükkösebb lesz. Van itt egy kitörési pontunk, ez a hosszú gyertya, és innen elindítanék, nem sikerült. Ha innen elindítanék egy vonalkát, akkor látnátok, hogy ez a vonalka érintésre került, ide be lehet húzni egy párhuzamos trendcsatornát, és akkor kb. Így már azért látszódik, hogy tényleg jó dolog ilyeneket rajzolgatni. Ezt a trendcsatornát egyébként letörtük, majd elindultunk fölfele. Most az M1-es csártra rámegyek, csak a helyzet kedvéért, hogy most egy webinárium, akkor itt látható, hogy ezt ide fölviszem, remélem olvastátok már vagy százszor. Látható, hogy nemrégében mi kötöttünk, idő szerint sorba lehet rakni a time gombbal, nemrégében mi kötöttünk egy Dow Jones pozíciót, és én most megmutatom nektek, hogy szoktam kalkulálni. Először is nézzük a stoppot. Ha kistoppolódok, 32 dollár bukok. Lebeg 35, látjátok ott alul a kék sorban? Ha lezárok ebből 0,7-et, 70%-át a profitnak elteszem, jobb klik, megbízás, módosítása vagy törlése, ezt vissza lehet nézni majd, ha gyors volt sárga gomb, akkor itt már csak a 0,3-mal 9 dollár bukhatok, és ennyit nyertem. 24-et nyertem, 9-et bukhatok. Ennek a 0,5-ös pozíciónak az éjszakai stopja, ez egy hosszú távú trade, az le van téve 100 ponttal lejjebb. Most, hogyha ez kistoppolik, azon 50 dollár bukok, ez ebbe a mai napba bőven belefér. Ha a Dow Jones esetleg tovább menne, ez ugye egy eső trend, ha ezt áttörnénk, akkor boldog lennék. És mint láttátok, mondjuk M15-ös csárton, ha visszajövünk ebbe az emelkedő trendvonalba, akkor ugye mákunk van, és indulhatunk fölfele. Tehát fontos szinten van a Dow Jones. Igazság szerint ebből is kéne részzárogatni, de most ezzel nem foglalkozunk. Nem húzom ezzel az időt. Ha átmegyünk egy pillanatra a DAX-ra,
Itt látható, hogy itt van egy pozíció, egy 1.40-es long. Ez innen van bekötve. Ezt én ilyen furcsa duplajnak, duplavének néztem, a második része magasabban van. És ennek a stopja 164-en van, hogyha egy M5-ös chartot megvillantok, akkor látható, hogy itt van a stopja valahol. Ezt én éjszakára benn fogom hagyni. Azzal a kitétel, hogy ez a 39 dollárt nem akarok elbukni, ezért ebből az 1.4-es pozícióból közelebb lehetne húzni a stopot, most ezzel nem foglalkozok, az lenne a jó kockázatkezelés. Ebből egyet lezárok. Figyeljetek, 17 dollár lebeg pluszba, 18. És ha esetleg ezt itt átvinném, akkor bizony boldogság lenne, mert nyertem 13 dollárt ezzel a pozícióval, és bukhatok 11 dollárt. Tehát, hogyha az éjszaka kisztopódik, akkor minden rendben van. Commerzbankot, Deutsche Bankot, egyebeket tartom holnapra. Ez a német részvénypozíció. És látható, hogy egyelőre itt a DAX csártyán, az utolsó szakasznál is volt egy ugye esőtrend, és most emelkedő trendben vagyunk, egy ilyen általam elmaradó válfejvállalakzatnak nevezett valaminél vagyunk túl. Itt elmondom az én logikámat, miről szólhat a történet. Minden tőzsdekönyv tele van azzal a dologgal, hogy a válfejvál után elkezd esni a piac. Ez tök jó. Ezt úgy hívják, hogy nyakvonal. Azonban, ha a nyakvonal alatt falsletörés alakul ki, tehát sárga alá megyünk majd fölé, akkor gyakran előfordul, hogy följövünk, és a válfejvál a shortosoknak általában itt van a stopja, ahol az én long stopom van éppen, az a kis piros szaggatott vonal. Őket kirázták ebből a játékból, mert kirázós volatilis piacoknál vagyunk, és elképzelhető, hogy még a dupla toppos shortosokat is, tehát ennél az M-betűs shortosoknál a stop itt van, lehet, hogy őket is kirázzák, ebben nem vagyok biztos. De ez egy ellenállás, ahol a legelem van. Ha azt áttörjük, mehetünk még feljebb. Ezért én ezt a DAX pozíciót megmerem hagyni, pláne úgy, itt most törlök mindent, pláne úgy, hogy benne van a pakliban az, minden mélyebbről húzunk egy vonalat, most így, hogy minél többször érintsük. Itt az is lehetett volna a forgatókönyv, hogy vál, fej, vál és beszakadunk. Ha azonban ilyen bankmentő csomagok vannak, akkor lehet, hogy egy hatalmas, vagy akár több száz pontos rally elé is nézhetünk. Ez egy rövidebb távú szemlélet, most nyilván aki hosszú távon vesz részvényt, az annyit néz kb, hogy a Commerzbank ennyi, régen több volt, talán megmenekülnek a bankok, és akkor belevesz és ránéz egy év, a két év, vagy ugye kisztoppolódik. A kettő, sőt akár az igen rövid táv, a hosszú táv, a középtáv különböző, akár egyszerre történő kezelése is lehet jó megoldás. Például ez itt egy Intel részvény, ami jelenleg negatív hangulatban várja a kisztoppolódást. Hát ugye az a terv, ha ez egy trendvonal törés volt, akkor lehet, hogy az alján levő támasz már akár jó is lehet. Ha viszont a trendvonalat máshogy húzzuk, mondjuk így, akkor még nem volt meg a trendvonal törés. Nem pontos a trendvonal, mert ugye van egy kék szöveg, innen kellett volna indítani. Kérdés a következő, hogy alapvetően hogyan tovább. Ha ezeket a pár 10 dolláros kisztoppolódásokat index CFD-kkel, ami lehet long-short irányokötés, megpróbáltam picikét úgy helyre pofozni, akkor itt azt látjuk, hogy alapvetően, ha minden részvénypozíció kisztoppolódik, akkor sincs baj, mert a legtöbb részzár van, tehát hogyha a maradék kisztoppolódik úgy, hogy nincs vele gond, akkor az indexekkel ezt azért lehet valamilyen szinten menedzselni. Menjünk vissza a Dow Jones-ra. A Dow esetében, hogy mindenki megnyugodjon, elmondom, miről beszélek. Kisztoppolódna mondjuk az egyik részvényünk 50-60 dolláron, akkor ha szerencsén volt, lehet ez short pozíció, lehet long pozíció, jelenleg éppen long pozícióban vagyok, mint látjátok. Akkor még azt is lehet csinálni, ezt itt elmozdítom, szegény két vándorol össze-vissza, hogy ebből én szépen egy 0-3-as lezárok, mert hogy éjszaka ne legyen akkor a kisztoppom,
és megmutatom nektek, hogy mi van, ha kisztoppoltok éjszaka. Igazából nem sok minden történne, az egyik pozícióval buknék. Mindjárt mondom mennyit. Nem sikerül megmutatni. 10 dollárt. Másik pozíción 17, tehát az 27. Ez még nagyjából belefér. Ha van nekem lentről egy 0-20-asom, vagy akár egy 0-30-asom, most mondjuk ez, és ebből megint lezárnék egy 20-30 dollár nyerőt, 0-10 lezárásával, akkor ezzel a két részzárással már talán az egyik részvénykisztoppomat fedeztem. És a többi, és a többi, és a többi. Most itt az a kérdés, ha visszamegyek M1-re, hogy vajon arra számítunk-e, hogy beszakad a piac, vagy nem. Per pillanat, az az én forgatókönyvem, hogy dupla aljasokat kirázták a longból, majd itt kialakult egy fals letöréssel egyébként, szintén egy dupla alj, egy dupla V, eddig helytálló volt, és mivel a részzárásokon túl vagyok, ez nem egy nagy probléma, hogyha itt baj lesz. Megnézem gyorsan, milyen részvényeim vannak, hogy ez hogy néz ki, a Google-el nincs gond, egyelőre Intel-el egyelőre még van gond, Johnson & Johnson heti chart, itt is lehet egy kisztop. Ilyenkor egy összegzem, hogy mennyit bukhatok. Jelzem, hogyha a mai napunk így sikerült volna, sajnos ez nem egy élő szám, a élő szám lenne kisebb lotokkal, jóval kisebb profit lenne, de lehet, hogy még akár nulla lenne, vagy veszteség lenne, mert másabb a pszichológia az embernek, hogy az a saját pénzét kockáztatja. De azt gondolom, hogy ha egy ekkora nyerőn túl vagytok, akkor szerencsés napotok van, és akkor lehet nézegetni, hogy melyik részvényből zárjunk még részeket. Talán ez a Tesla, ez még megy följebb, ha nem, akkor így jártunk. De látható, hogy olyan nagy gubanc nincs, ha csak nem lesz valamilyen hír, ami miatt tőzsdekrak lenne. De mivel itt a free margin az elég sok, és a profit ezen a depó számlán elég jól sikerült, de azt gondolom, hogy olyan baj nem lehet. Pillanatra megnézzük a MT5-öt, hogy ilyen MT4-es chartot látunk. Itt van rengeteg részvény CFD, amiket így lehet elemezgetni. A részvény CFD ugye tőkátétes kereskedőknek jó, de ha valakinek szimpatikusabb az MT5, de jó, hogy újra kéne indítani, mindegy. Az MT5-ös felületünkön látható, hogy itt is van egy-két pozíció. És amit érdekesebb, itt van egy Tesla napi chart, itt egy régebbi vétel van, mint látjátok, kisebb mennyiségben. Van egy Lufthansa chart, itt most indikátorok vannak ráhúzva, most abban nem menjünk bele, hogy az indikátor micsoda, majd ha legközelebb megkérdezitek, akkor nyugodtan kivesészhetjük. Van egy emelkedő trend, és ezek meg lettek véve, itt már a stop pluszban húzva ez a beszálló vonal, és ami a lényeges, hogy van egy UBS is. Itt ugye voltak olyan pillanatok, amikor az ember izgult, amikor negatívban volt a számla, mármint a levegő pozíció, de alapvetően, hogyha valaki részvényekkel akar kereskedni, nem pedig részvény CFD-kkel, itt a piacfigyelő ablakból vannak ETF-ek, mindenféle dolgok, ETF az ilyen elektronikusan kereskedett fund, vagyis úgy kell elképzelni, hogy indexeket vennétek meg fizikailag, vagy befektetési alapoknak a jegyeit, csak jóval olcsóbban. Itt van egy csomó francia, amerikai, mindenféle dolog, és itt lehet klikkelgetni, meg nézegetni, hogy róla adatokat, hogy mi volt a legalacsonyabb, legmagasabb árkusz, lehet ilyen gyors gombokat, Facebook például, stb. Stb. Ez is érdekes lehet azoknak, akik hosszú távon akarnak kereskedni. Itt most azt akartam mondani, ha valaki logikusan abba gondolt vele, hogy jöttek itt a hírek össze-vissza, hogy mi lesz a svájci Credit Suisse-szel, valószínűleg rövid távon, hogyha az egyik bank megveszi a másikat, akkor ott az elemzők agyalnak, hogy mi lesz ebből, de hosszú távon nézve az nem olyan biztos, hogy rossz dolog sül ki abból, mondjuk az UBS részvényeseinek, ha egy másik nagyot megvásárolnának. Most csak mondom. Tehát ebbe a portfólióba ez is belefért, itt most mindenféle részvényből volt többféle, most nem tudok ráklikkelni, de higgyétek, hogy ez a számla is pluszban van, azt hiszem 3-4 ezer dollár euróval. Ezen számlán szerintem tőkeáttétnél követtem részvényeket, de ez nem biztos. Na, ugorjunk vissza az MT4-re.
Nem azért, mert én jobban szeretem a CFD-ket, hanem mert jobban hozzá vagyok szokva, de aki részvényezni akar, különböző broker cégeknek különböző MT4, MT5 számlákon fog találni mindent, ami szemszájingere. Ha megnézzük azt, hogy mondjuk legyen itt például a Tesla. Tesla esetében volt egy ilyen elég csúnya kis piacunk az elmúlt 2-3 hétben, vagy hónapban, és látható, hogy voltak olyan papírok, hogy még a Bika piac utolsó, illetve a medvepiac rally utolsó szakaszában azért tudtak esni, majd egy fordított felfejvállal fordultak fölfele. Itt ilyen 120-130 környékén belevett és 200 környékén eladta, az nem annyira boldogtalan, ugye? És hasonló volt ehhez, talán a Facebook is, aki most éppen a kerek számot ünnepli. Van 3 darab Facebookunk, azt nem is láttam. Csak elfelejtettem, hogy láttam. Ebből most nekem 2-t kéne lezárni, de most csak lezárok 0, valamennyit, mert higgyetek el, hogy részzárt pozíció, sőt, valamelyik számlán még jó pár hónap ezelőtt nekünk jó olcsóban is volt Facebookunk, 0-3-at zárok le belőle. Nézzük meg, hogy ez miért lett véve. Ez nagyjából azért lett véve, mert ha idehúzok egy ereszkedő trendvonalat, több idősíkon is lehet oka. Ezt itt áttörtük, és mivel nem töltöttük be a gapet, belevettem. Ez egy H1-es belépő, stb. Stb. Ha D1-en nézzük, akkor pedig az lehet az oka, hogy ez egy elmaradó dupla top, vagy akár zászló, és ez volt az első ellenállás, ami célára, aztán jöhetünk ide, meg akárhova. A Facebook esetében is, valaki megnézi, hogy október-novemberben még azért a Dow Jones nem volt annyira rossz, nem mint hogyha most rossz lenne, és itt volt egy trendvonaltörés, aki ebbe belemert venni, az akár jól is járhatott, és itt volt egy résbetöltés, ami után a piac megfordult. Tehát sok-sok résssel való esés után elég gyakran megfordulnak bizonyos cégek részvényei. Ha valaki a technológiai szektort megvette, vagy mondjuk, mutatok más példákat, tartott mondjuk gyógyszerrészvényt hosszú távon nézve, látható, mondjuk Moderna az nem olyan, de ez a Merck az talán olyan, hogy aki jókor szállt be, támasz szinte környékén, és használt stopot is, akár úgy gondolta, hogy nem is annyira rossz dolog, az akár jól is járhatott, de ugye ez nem befektetési tanács. Aki a Netflixet megvette annó, itt, ugye be volt húzva a dupla vonal, akár jól is járhatott. Nyilván, aki a Covid legtetején vette meg ezeket, a Snapchat, stb. Mutatom azt is, azért voltak érdekes mozgások, tehát azért a részvények tudnak nagyot emelkedni, meg nagyot esni is. Ha például valaki a Snapchaten az utolsó időszakot nézi, hú, de tök jó, mert 10 dollár alatt meg lehetett venni, és talán lehetett adni 11-12-ön, de azért ajánlom figyelmetekbe azt is, hogy a Covid-nál mindenki maradj otthon jegyében, különböző technológiai részvényeket bevásárolt, és ugye itt tart az árfolyam, ezért jó a portfólió, meg ezért jó a stop loss. De azért ekkorát nem kéne bukni, legalábbis szerintem, aki stop nélkül kereskedik, az felejts el azt hosszú távon nézve, hogy nyerni fog, de ettől függetlenül benne van a paklója, aki akár 10 évig is pluszos, ha jókor száll be a tőzsdébe. Ezt ugye előre nem tudjuk, hogy mi az, hogy jókor. Aki mondjuk úgy gondolta, hogy ExxonMobil részvénnyel szeretne védekezni az infláció ellen, akkor még voltak emelkedő olajárak, vagy éppen ahogy a benzin ugye drágult, az élelmiszer is drágult, az nem járt rosszul. Nyilván, aki itt vette, annak még csörögnie kell egy darabig. De aki mondjuk úgy döntött, hogy boltba járás helyett néha vásárol Walmart részvényt, ennél duplajnál, ő is jól járhatott akár. De ezt elmondhatjuk Coca-Cola, McDonald's, stb. Mindenről, illetve nem mindenről, de sok mindenről. Minél több lábon állsz, minél több szektorra fektetsz, minél inkább leköveted az S&P 500, vagy éppen a Dow, vagy a Nasdaq, bármelyik index. Hát nem bármelyik, mert azért jobb, hogyha nem csak technológiai, bár emelkedő piacon nagyobbakat mennek, akkor akár jól is járhatsz. Jelzem, hogy most még annyira optimista időszak volt, talán a bank
pánik vagy bankválság miatt. Még a bitcoin és társai is meg tudtak indulni elég szépen, de itt is azt történik, hogy dupla ajnál, aki nem részzárt, kireztek a pozícióból, egy fals letöréssel indult fölfelé, egy másik dupla ajból, ugye láttunk ilyet részvényeknél. Én azt gondolom, hogy sok-sok lehetőség van, volt, meg lesz, és sokat lehet még a tőzsdén bukni is, meg nyerni is. Egy-két csártot csak mutatóul. Aki abban hitt, hogy 2000 fölött is lesz élet az aranynál, az bizony egy picikét tévedett, már csak 1937-en vagyunk. Tehát ahogy az aranyból az eladók szépen kiszálltak, de hát éppen egy része ennek a pénznek banki részvényekbe ment bele, de jelzem, hogy itt is, aki a duplajba bevásárolt, vagy itt, az hatalmasat kaszált. Hogy ez a dolog véget ért, vagy nem, ezt majd eldönti az élet. Aki viszont úgy gondolkodott, hogy tegyük fel, menjünk itt jobbra, forintot shortolt volna, mert neki ez a szimpatikus hosszú távon. Itt volt egy fals kitörés, itt volt egy válfejvál, akár ő is jól járatott, ha ismerte a részzárás fogalmát, vagy jókor szállt ki. Sok-sok lehetőség van. Aki földgáz shortolt volna, ezt senkinek nem javaslom, energiahordozókkal most kockázatos kereskedni, és felismerte a dupla topot, igaz, hogy volt egy-két meleg pillanat, de itt azért lehetett volna pénzt keresni, most meg lehet, hogy majd kialakult egy dupla, de ebben ne fektessetek be. Ez azt gondolom, hogy aki jókor vásárolt, vagy kicsit később itt, vagy esetleg itt, az akár jól is kiszálltott, és ugyanaz érvényes volt az olajra is, mind a short, mind pedig a long irányban. Rengeteg lehetőség van. A portfólióépítésnek és a befektetésnek az egyik legnagyobb hibája az is lehet, hogy ha valakinek több ezer lehetősége van ide-oda-almoda befektetni, akkor az nem biztos olyan bölcsen fog dönteni, mint aki 3, 4, 5, 5, 10-et vizsgál, és abból kettőbe tesz. De ettől függetlenül minél több lábon állunk, az akár jó is lehet. Bár vannak olyan típusú befektetők, akik inkább egy-egy adott részvényre, adott területre, egy instrumentumra fókuszálnak. Menjünk vissza gyorsan a NASDAQ-ra. Holnap reggeli lesz, 7:30-kor. Pénteki reggeli pedig jóval korábban fog kezdődni, vagy csak föl lesz jövő és fölteszem. Hát a NASDAQ-nál továbbra is az a helyzet, hogy minden csodálatos. Ahogy látjuk. Aztán nézzük meg a többi indexet. Dow Jones. Ezt most hagyom, ez már belefér. És van nekünk még egy DAX-unk is. Megnézzük reggel, hogy mi lett ezekből a pozíciókból. De azért egy régi DAX-ot mellé zárunk. Nem minden nap fog így sikerülni. Se nekem, se másnak. Ez egy nagyon nagy mák volt. Ez ilyen piac kellett. De én azt gondolom, hogy hosszú távú befektetések mellett lehet rövid középtávon is kötögetni, csak ne kerüljünk abba, hogy túlkötjük magunkat. És azért az kevésbé stresszes, bár erre is tudok ellenpéldát mondani, amikor egy részvényben valaki beült több évig, és mondjuk pont bika piac van, és nézegeti meg közben fölmarkolja az osztalékot. De voltak olyan pillanatok nekem is már az életemben, amikor egy-egy részvény annyira imbolygott, hogy nem nagyon tudtam aludni. Mert azon gondolkoztam egész éjszaka, hogy mi lesz holnap. És az én picike kis pénztárcámnak a kilengései azok akkorára sikerültek, hogy ezt senkinek nem kívánom, a százalékos arányt. De nyilván, aki jelentősen több pénzzel rendelkezik, ilyenből sok ember kerolongál, az egy jó részvény, állampapír, vegyes portfólió kiépítésével, vagy akár ETF-ek gyűjtögetésével, hosszú távon nézve lehet, hogy jó hozamokat produkál. Ha csak valaki megnézi itt a DAX heti csártyát, egy példa. Nyilván ez itt a koronavírus, amikor rengeteg ember lenullázta a vagyonát. Ha valaki a fals letörésekben hitt volna, amik dupla aljak után is kialakulhatnak, és itt bevásárol német részvényből, az ma már nem annyira szegény, hogy a trendnullatörésekben hitt volna. De azt nézzük, hogy napi csárton nézve, az utolsó szakasz is már emelkedő trendről szól, ez nem annyira rossz. Na, S&P-ről még nem beszéltünk sokat. Először is napi csárt. Ez itt egy eső trendvonal volt. Törlök mindent. Ugye fontos azért, hogy ez az 500 részfény merre fele jár, nem?
Esőtlen van megtört, kitörés visszateszt. Ez itt egy válfejvál lett volna, de a nyakvonal alatt falstörés alakult ki. Úgyhogy örülnék neki, hogyha már ilyen sok részfény van ezen a demo számán, hogyha ez a váll tetejét, ez az alakzat, illetve a fej tetejét esetleg megvakarná, mert akkor elmaradna ez a válfejvál, és mehetnénk fölfel. Ha nem, akkor bejövünk a vonalka alá, kisztoppolódok és zúzódunk lefele. Nem ennyire egyszerű, de ez csak egy elképzelés. Meg lehet nézni, melyik indexben melyik részfények vannak benne. Google, illetve különböző pénzügyi oldalakon ezt megtaláljátok. Aki nyersanyagok emelkedésével akar profitálni, lehet, hogy ilyen aranybánya részvényeket is érdemes nézni. Csak most mondok egy-két példát. Összetett a dolog. Vannak recesszió álló cégek. Hát, ki így, ki úgy. Minden esetre, aki azt csinálta volna, hogy mondjuk 2022 februárja végén csak annyit gondol, hogy na itt az ideje eladni a részvényeket, mert hogy ez a duplaj nem jött be, hanem kisztoppolódik, mondjuk itt valahol, és csak arra a pillanatra várt, hogy mondjuk a trendvonaltörésnél visszavegye, valószínűleg olcsóbban, az nem izgulta végig ezt az elmúlt egy évet, amit azért sokan végigizgultunk. Ha valaki azt mondta volna, hogy ha mondjuk egy Dow Jones-ot ide ráhúzok, megnézzünk egy havi chartot, ha valaki ETF-ekbe befektetett volna, vagy részvényalapba, vagy bármikor, bárhova, ez itt a 2007-es válság, ez itt a korona, ez itt a legutóbbi lejtmenet, látjátok. Alapvetően ezekben a lenti, lefele mutató szakaszokban, aki nem shortolt, vagy aki nem adta a részvényt, az nagyon-nagyon komolyan bukott. De, aki ezeket kihasználta a hosszú távú vételekre, és magas volt a tőke tartaléka, tehát kevés pénz volt befektetve, több volt tartalékba, az elképzelhető, pláne hogyha ezek amerikai részvények, a dollárforint árfolyama is hosszú távon nézve azért fölfelé tendált, ebben az időszakban, ebben a szűk, tudom, 20 évben, azt gondolom, hogy lehetett volna akár nyerni is, de ezek sem befektetési tanácsok. Van-e kérdés? Nem tudom, hogy tetszett, nem tetszett ez a dolog. Reggel picit aktívabbak leszünk, legalábbis remélem. Egy kis rövidebb távú szemlélettel egészítjük ki ezeket a dolgokat, aztán majd jövő héten lesznek délutáni esti webináriumok is. Köszönöm a figyelmet, és remélem, hogy valamennyivel több dolgot megvilágítottunk, mint szoktunk, vagy máshogy, és reméljük, hogy nem ezek alapján döntötök, csak egy picikét ezekből hasznosítotok, illetve kiegészítetek a meglévő sok-sok helyről beszerzett tőzsdei ismereteteket. Én próbáltam a lehető legegyszerűbben megközelíteni a dolgot, ennél azért a tőzsde sokkal bonyolultabb. Tanuljatok sok helyről. Sziasztok!